Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy nyár telt el, és boldog vagyok, hogy nagyon-nagyon sok ismerős arcot látok itt, kivéve a lényegében a hallgatókat. De hát én megpróbálom magam előtt tartani ezt a tesztet, és nagyjából beépíteni, már úgy is csináltam egy nagy engedményt, tettem a tisztelt hallgatóknak, hogy ezeket a dolgokat úgy is el fogom mondani, de van egy munkatársam, egy asszisztensem, ott ül az utolsó sorban, úgy hívják, hogy Kuhn Erika, hát névrokonom, ha bármilyen kérdésük van, tessék hozzá fordulni, ő lesugja maguknak, ha kell ezeket a dolgokat. Na most, az az igazság, hogy nyár eltelt, hogy ebben a régi dalban elhangzik, hogy ugyanaz az utca ez, csak én lettem más. Hát én bizony ezen a nyáron nagyon-nagyon sokat foglalkoztak, 1968-al, és az első két előadás erről is szól. Így se hallják? Így még jobb? Jó. Először 68-as év, mert a 68-as évet most már, aki emlékszik erre az időszakra, az tudja, az nem csak a prágai tavasszal és a prágai ősszel kapcsolható össze. 68 az egy nagyon érdekes világ volt. Én fiatal résztvevője voltam ennek az időszaknak, és az igazság, hogy a 68-as nemzedék most lép le nagyon dicstelenül, úgy látom én legalábbis a történelem színpadáról. Nem örül az ember, hogy ennek a nemzedéknek fiatalabb tagjaként ilyet kell mondani. Mérhetetlenül csalódtam a 68-as nemzedékbe, de miért ne csalódtam volna, amikor annak idején a Sorbonne majdnem lángolt, amikor molotov koktélokat dobáltak Párizsban a rendőrökre, amikor De Gaulle tábornok, aki belebukott, Franciaország megmentője, Franciaország 20. század egyik legnagyobb politikusa, belebukott abba, hogy páncélos alakulatokat vitt Párizsba Strasbourg mellől, egy bázisról. Amikor az Egyesült Államokban a Berkeley Egyetemtől kezdve szintén óriási ellenállás volt, megszülettek zenei darabok, ott volt az Eper és Vér című film, ott volt a Herz című színmű is, ugyanakkor szintén egy film, mi lett ebből, egy légbalon szétpukkadt. Közben Kelet-Európába is sor került 68-ra, nem csak Prágába és Pozsonyba, nem csak egy mesterséges államba, amely mesterséges állam volt akkoriban Csehszlovákia, aztán nem véletlenül, hogy a rendszerváltást közepén szét is esett, Szlovákiára és Csehországra. Előre vetítem azt, hogy mindenki jól járt azért hosszú távon ebben az országban, Csehszlovákiában, kivéve a magyarok. Tényleg Adival értek egyet, itt is sósabbak itt a könnyek, és fájdalmak is mások, ezerszer messiások a magyar messiások. 68-ban is a magyaroknak leginkább félelem jutott, egy kicsit szégyen, nem azért, hogy a magyar csapatok bevonultak, egy kicsit szégyen, hogy ők nem tudtak kitörni, kalódát nem tudták levetni magukról, és hát szörnyű volt, hogy a benesi dekrétumok kihirdetése után alig 20 esztendővel 68 sok jót hozott minden egyes csehszlovákiai magyar állampolgárnak. Ki lehetett menni nyugatra dolgozni, turistának ki lehetett menni, egy rengeteg magyar nyaralt az Adrián, másút, szólásszabadság valamennyire, de nem teljesen a magyar lapok is, a magyar intézetek is szabadabban kezdtek lélegezni, de a magyaroknak, mint közösségnek talán még rosszat is tett a 68. Vállalom, hogy ezt kimondom. Egy, föderáció jött létre, megerősödött Pozsony, megerősödött Szlovákia, magyaroknak sokban annyi. Még a 68 előtti bizonyos jogokat is félig meddig elvesztette a magyarság. Iszonyú nyomás keletkezett, és Csehszlovákia élére, Prágába 68 után, 69 elején az a Gusztáv Huszák került, ő lett a párt egyes számú vezetője, aki magyar falu hírében állt, gyűlölte a magyarokat.
Bebizonyosodott ugyanakkor 1968-ban, hogy Budapest nem áll ki a felvidéki magyarságért. Kádár János személyében egy abszolút lanyha a nemzeti kérdés iránt érdektelenséget tanúsító, a trianoni kérdést nacionalista bűnnek tekintő, valaki Trianont ragozza vagy előveszi. Ilyen ember volt Kádár János, előrevetítem, mert a következő előadás mához egy hétre, nem utolsó részt, Kádár Jánosról szól, itt csak egy mondat. Kádár János azt mondta, amikor nála járt a csehszlovák nagykövet, valamikor tavasszal, 1968-ban is azt mondta, hogy Dubček elvtárs hálás a támogatásért. Dubček, mindjárt szó lesz erről részletesen, a csehszlováki egyes számú kommunista vezetője volt, és Dubček elvtárs olyan nagy gesztus szeretne megtenni most a magyaroknak, célzás kulturális autonómiára, amely még Ceausescu elvtárs haragját is kiválthatja. Dubček elvtárs hajlandó lépni. És Kádár János azt mondta, hogy majd erről később beszéljünk. És erre a témára soha nem tért vissza. Ennyit Kádár Jánosról, de hát erről majd sok szó esik a következő előadáson. 68 tehát nyugaton diáklázadások, nyugaton szociális ellentétek, a legobskurusabb és a legembertelenebb és a legvéresebb diktatúrának, a Mao Tse-tung vezette kínai kulturális forradalomnak, a maoizmusnak a nagy felvirágzása. Ugyanakkor Kelet-Európában pedig nem csak Csehszlovákiában, nem csak Pozsonyban, Prágában, Morvaországban és más területeken, nem csak ott beszélhetünk változásokról, reformokról, és a reformok után ez egy ilyen okkupációba torkolt, amikor öt ország csapatai betörtek Csehszlovákia területére, hanem Lengyelországban forrongás, Lengyelországban óriási munkás lázadásoknak az előszele, Gomulka, az ottani pártvezető megbuktatásához vezetett ez az egész sorozat, diákzavargások, diáktüntetések, sokban fegyverrel, nem csak biztonsági alakulatok és rendőrök, de sokban a katonáság veri le Lengyelországba a diákzavargásokat. Egyedül álló antiszemita hullám megy végig Lengyelországon, ahol a zsidóságnak a 80-90%-a elpusztult a II. Világháború gázkamráiban, ennek ellenére egy hatalmas antiszemita hullám, és Gomulka az egészet 1967-ben és 68-ban a társadalmi ellentéteket próbálja úgy kommunikálni, ez a zsidók bűne, és Gomulka megindítja az úgynevezett cionista ellenes közlemet. Ott van Josip Broz Tito Jugoszláviája. Ott is kitörnek a diáklázadások, ott is zavargás van, egy erjedés, de egy kis késéssel. Csehszlovákia 1967-1968, általában aszinkron dolgok ezek. Lengyelország 1968-1969, és Jugoszlávia 1970-1971, főleg Zágrábban, főleg nagy, ahogy mondotta volt Tito, maga is félig horvát eredetű, nacionalista, horvát, nacionalista alapon, revizionista alapon, polgári alapon, Jugoszláviában is nagy zavargások vannak, és Tito, aki 68-ban támogatja Csehszlovákiát, ellátogat Csehszlovákiában nem sokkal a bevonulás, az öt ország bevonulása előtt, Tito, és akkor leül Ceausescuval tárgyalni. Ceausescu is ellenzi a bevonulást. Nem lehet azt mondani, hogy egy ilyen humanista, tiszta kezű, tiszta szemű, és hát főleg tiszta jellemű ember, akkor is címeres gazember volt, de több oknál fogva ellenzi ezt az intervenciót, mert neki az a vélemény, akkor ő nem tud különutas politikát produkálni, és nem tud a Szovjetuniótól bizonyos fokig különálló diktatúrát érvényesíteni a sok nemzetiségű Romániában. Akkor Romániában nem csak magyarok voltak nagyon sokan a románok mellett, akkor nagyon sok német volt. Még nem adta el ezeket nagy pénzért Ceausescu Németországba. Akkor egy nagyon nagy zsidó populáció is volt, ezek még nem vándoroltak ki Izraelbe, persze értük is kellett fel pénzt fizetni. És akkor elmegy
Vajdaság területére, egy kis nyaralóba, pártüdülőbe elmegy Ceausescu, valamikor augusztus legvégén, és tárgyal ott Titóval. És első kérdése Ceausescu-nak, így előre szaladok, de mindjárt átmegyünk kronológiai sorrendbe, első kérdése, amennyiben háborúra kerül sor a Szovjetunió, amennyiben Szovjetunió, Magyarország és Bulgária betörnek Romániába, akkor hátrálni fogunk, harcolni fogunk, és két kérésem van, beengedélyel Tito elvtárs a mi román hadseregünket, és menedékjogot kaphatnak-e a román vezetők, többek közt én is, Elén a feleségem is, általában a családtagok is. És akkor Tito eléggé cinikusan megjegyezte, hogy a medvét, vagyis a Szovjetuniót lehet piszkálni, mi is ellenálltunk Sztálinnak, de csak egy bizonyos határig. Fegyvereseket nem engedem be, pontosabban tegyék le a határon a fegyvert, ezeket a fegyvereket átveszünk. A második dolog pedig, ami a családtagokat, hát nézze, hogyha ezek nem népes családok, akkor egy pár ember jöhet. Megérte, ennyi volt, Tito így viszonyult akkor, elég cinikusan viszonyult, de egy nagy hullám, egy nagy ilyen ellenállási hullám söpört végig Jugoszlávián, egy ilyen plusz egy ilyen nemzeti gárdaszerűséget állítottak fel, beásták a régi szovjet második világháborús T-34-es tankokat például a magyar határon, hát ha betör oda a magyar armádia és a szovjetek is, de az az igazság, hogy Tito pontosan tudta, hogy ez a háború nem terjed túl Csehszlovákia határon, és ott volt még a nyugat. A Szovjetunió biztosra ment, a nyugat akkor is, mint korábban is, Jalta óta, mint a 40-es években, mint később is, halkan mondom, még napjainkban is, cinkelt kártyákkal játszott. Két héttel a szovjet csapatok csehszlovákiai intervenciója előtt a Gromyko, szovjet külügyér tájékoztatja a szovjet politikai vezetést, és azt mondta, hogy biztos forrásaim vannak, washingtoni forrásaim, az Egyesült Államoknak következő az álláspontja. Amennyiben a Szovjetunió Csehszlovákiában bármit készül tenni, hát nem katonai intervencióra gondoltak, akikkel tárgyaltak szovjet diplomaták és hírszerzők, de amennyiben nyomást fognak gyakorolni, ez az önök dolga, ez Jalta. Amennyiben Románia ellen a Szovjetunió bármit tesz, mert korábban, 64, ha Hruscsovot nem buktatják meg, Hruscsov ugyanazt, megcsinálsz majd ebben a fél évi kurzusban, szóval foglalkozom részletesen, Hruscsov megtámadja Romániát, és Hruscsov elintézi Romániát, mert Hruscsov stratégiailag tartott attól, hogy Románia kiesik a úgynevezett szocialista közösségből. Hruscsov utódai Brezsnyev azt mondja, Románia nem érdekes, érdektelen a számunkra, Bulgária, Magyarország, Szovjetunió és részint Jugoszlávia körülveszik, hát honnan tud, hogy tud Románia kitörni, na mindegy. Tehát Amerikában így válaszoltak a szovjet vezetésnek, így üzentek, amennyiben Románia is valamilyen problémát jelent a Szovjetunió számára. Nagyon nem örülünk ennek, nagyon rossz lesz a nemzetközi légkör, de egyefene. És amennyiben Jugoszlávia ellen bármi történik, ez már más dolog, az Egyesült Államok hát nem nagyon tűri ezt el, illetve ez már komoly tárgyalások kérdése. Ennyit az Egyesült Államoktól. Franciaország nem sietett Csehszlovákia segítségére, De Gaulle tábornokot lekötik a saját diákzavargások sai, De Gaulle tábornok leköti az Amerikával való vita, De Gaulle tábornokot leköti az, hogy Moszkvával rendkívül szoros titkos katonai kapcsolata is vannak, és ugyanakkor Németország. Németország, akkor még Nyugat-Németország, ahol a kormánypárt, a hagyományos, a mai CDU-nak az előtszervezete, de ez egy koalíció, a németországi koalíció tagja, a Szociáldemokrata Párt. A Szociáldemokrata Pártnak a vezetője Willy Brandt, a későbbi kancellár, ő külügyminiszter, és egyben miniszterelnök helyettes, és tessék elképzelni, pár hónappal a csehszlovák bevonulás előtt a német vezetés, jelesül Willy Brandt, aki már készül az úgynevezett keleti politikára, a keleti nyitásra,
fölveszik a Szovjetunióval a titkos kapcsolatot, és a csehszlovákiai bevonulás után mindössze négy hónap múlva létesítenek egy úgynevezett titkos csatornát. Ez a csatorna német részről vezető német politikusokból, diplomatákból és hírszerzőkből áll, csatorna idézőjelben, a szovjet részről pedig KGB tábornokok is, meg titkos politikusok, meg diplomaták is működnek közre a titkos kontaktus bonyolításában, és az egyik része a csatornának Bonnban Willy Brandt titkárságára van bekötve, és Moszkvában pedig Jurij Andropov titkárságára. És 1969-ben, amikor már működésbe lép ez a titkos csatorna, nem sokkal a csehszlovákiai bevonulás előtt, ki volt Jurij Andropov, akkor ő már nem a központi bizottság illetékes titkára, aki diplomáciával foglalkozik, aki külpolitikával foglalkozik, Jurij Andropov a KGB-nek az elnöke. És az egyik, a csatorna, a titkos csatorna, ennek a csatornának egyik bonyolítója, Kevorkov tábornok, egy nagyon részletes könyvet írt erről a rendszerváltás követően. Ez már nem titok. Én szégyelném ezt a német politikai elit részéről, tehát nézzük meg a német szociáldemokrata pártot, mit ért 68-ban, és hát mit ért napjainkban. Gondoljunk arra, hogy amikor a Sargentini jelentést szavaztatják majd holnap, akkor a német szociáldemokrata brüsszeli képviselők kire fognak szavazni, és hogyan fognak szavazni. Én egyébként borítékolom bárkivel a jelenlévők között, nagyon szívesen, nem pénzben, mert pénzben nem szoktam fogadni, pénzt nem kölcsönözök senkinek, de nem is fogadok el pénzt, nem játszom pénzbe kártyát, és nem is fogadok pénzbe. Hogyha egy üveg pezsgőbe valaki akar fogadni, vagy egy orosz pezsgőbe, champagne, inkább egy francia pezsgőbe, mert nagyon jó, tessék velem fogadni. Borítunk, most lezárjuk a borítékokat. Én nem tudom képzelni, a német szociáldemokraták kire fognak szavazni a magyar ellenes Sargentini jelentés hát körüli szavazás során. Most tehát én, ez a hosszúra nyúlt bevezető nem véletlen. Én azt mondom, hogy 68-nak csak egy szegmense a csehszlovák. Prágai tavasz és prágai ősz. Mert augusztus 20 az már ősz, az már kora ősz, vagy emlékeim szerint ez egy nagyon forró nyár volt még, mind akkor volt a Táncdalfesztivál. Rengeteg csehszlovák turista volt Magyarországon. Hogy mennyire aljas volt a politika akkor. Benkei András, ki emlékszik erre a névre? Még emlékeznek? Na hát végre. Még vagyunk egy páron írmagnak itt. Na, Benkei András belügyminiszter, elvtárs, nem úr akkor még, Benkei András augusztus 2-án összehívott egy titkos értekezletet. Augusztus 2-án, akkor volt a pozsonyi találkozó. Kádár János is Pozsonyban van, Brezsnyev is, más szocialista vezetők, ott van Dubček, megállapodnak egy szövetségbe, megerősítik a régi szövetséget. És Benkei András azt mondta, hogy amennyiben bármi baj lesz, és lefordítva az orwelli új nyelvről, normális magyar nyelvre, ez azt jelenti, hogy lesz baj. Tehát nem amennyiben lesz, de biztos, hogy lesz baj. És nagy bajok lesznek, hogyan lehet biztosítani azt, kollégiumokba, olcsóbb szállodákba, panciókba elhelyezni a csehszlovák turistákat. Cseh és szlovák turistákat. Mi lesz a cseh és szlovák állampolgárokkal, ha le lesz zárva a határ? Hát ez nem volt egy vicc, hogy ilyeneket mondott. Ez az értekezleten körülbelül 10 ember volt, mindenkinek van felesége, 40 körüli átlag életkor, esetleg volt, akinek barátnője volt, rokonai, barátai, egyik se pofázta ki. Nem babra ment a játék, nem babra ment. Egyébként mikor akadtak a szovjetek, nem annyira mások, de mások is akadtak, de konkrétan a szovjetek, mikor akartak bevonulni Csehszlovákiába? Mikor vetődött fel, hogy bevonulnak? Mikor vetődött fel, hogy ha kell, akkor bevonulnak? Tessék nekem mondani ötletet. 68. Dubček januárban kerül hatalomra, 5-én. Január 5-én. 20-án van a bevonulás. Mikor vetődött fel konkrétan először? Akár még nagyon laza formában. Kérem.
Tessék. Emlékeim szerint a 60-as évek második felében, amikor az Amerikai Egyesült Államok megkezdte az SS-20-as rakétáknak a gyártását, a szovjetnek a csehszlovák terület arra kellett, hogy óriás egység, hogy Nyugat-Németország közelre tudja az SS-20-as rakétáit felőzni. Tehát nekik ürügy kellett, hogy bevonulhasson Prágába. Ez az egyik elmélet, és ebben igazság van, de én nem ezt kérdeztem, igaza van. Ez mindjárt még visszatérek. 66-ban Brezsnyev felvetette Novotninak, hogy engedje be az egész szovjet megszálló hadsereget Csehszlovákiába. Novotny, aki már iszonyúan gazdaságilag hát féltette a saját hatalmát, Novotny azt mondta Brezsnyevnek, hogy mindent a Szudéta vidékre, ahogy tetszett mondani, óriási helyre, stb. Oda telepítjük, egyébként zárójelben úgy tűnik, hogy ezek atomtöltető rakéták voltak. Nagyon közel kerültek Németországhoz. Egyesült Államok, hát ez nem volt egy nagy titok, Egyesült Államok nagyon óckodott ettől, mert előre mentek. De nem volt ott egy megszálló bázisrendszer, nem voltak szovjet katonák, de nem ez volt a kérdés, én azt mondtam. Dubček megdöntése, a regnáló csehszlovák kormány megdöntése a csehszlovák kommunista vezetésben, pucs előkészítése, lecserélni a dubcseki vezetést, megszállni, megakadályozni, hogy ez egy ilyen jugoszláv úton haladó reform folyamat legyen, eltávolodjanak a Szovjetuniót. Mikor gondoltak a szovjetek erre? Dubcseket január 5-én választják meg, és 20-án bevonulnak. Hogy gondolják még egyszer, vagy ki tud erről? Mikor hangzott el először, akárhol, Brezsnyev irodájában, vagy akár a katonai vezérkar folyosóján, vagy valahol fönt? Na, tessék már nekem mondani, nem? Mondjam én. Május. Május? Május. Ki mondta azt, hogy február? Hát a januárban az nagyon nem így volt. Jó, ez meg már tréfák. Hivatalosan márciusban fölvetette ezt, egy március végén, egy tanácskozáson, egy központi bizottság elnökségi tanácskozáson fölvetette ezt több politikus, hogy ha másképp nem, akkor leverjük őket katonailag, de várni kell még ezzel. Áprilisban már behívják a különböző katonai vezetőket, katonai körzetek parancsnokait is, és megmutatják nekik a bevonulási tervek. De akkor még hivatalosan szó sincs arról, hogy bevonulnak, Dubček és mások segítségével akarják leverni az egészet. De én nekem van egy érdekes felfedezésem. Az ember büszke, hogy egy egészen picinyi, mágszemnyi dologot, mondjuk egy téglát egy falhoz hozzátesz. Én találtam nemrég egy olyan forrást, mégpedig több orosz országból már, vagy a Szovjetunióból emigrált embernek a memóriába, és összeraktam. Február végén mindenki a Szovjetunióban, aki jól tudott csehül vagy szlovákul, és aki mondjuk nem egy segédmunkás volt, hanem mondjuk egyetemi végzettsége volt, de jól tudott csehül és szlovákul, mert nem csak cseh vagy szlovák szakra járt, és filológus volt, és mondjuk vagy zenekritikus volt, és a Smetánának az Eladott mennyasszony című operájával foglalkozott, tehát mint zeneesztéta, hanem nagyon sok cseh is lakott, meg szlovák is lakott Galíciában, például a Szovjetunió területén, egy részük ott maradt. És a Galícia már a II. Világháborút követően, mint volt lengyel terület, a Szovjetunióhoz tartozott. Tehát volt egy 100-150-200 ember, meg aki a II. Világháború alatt szolgált Kárpátalján, mondjuk a partizánosztagokban, vagy Kárpátalján, amikor két évtizedig majdnem az első csehszlovák republikához tartozott, ugye Kárpátalja, azt tudják, akkor sokan tudtak, hogy csehül és szlovák. Cseh nyelvük és szlovák nyelvük közigazgatás volt akkor. Sokan tudtak Kárpátalját, ahogy 1956-ban rengeteg kárpátaljai magyart a szovjetek bevonultatják. És amikor én megkérdeztem Kádár szovjet akkori tanácsadóját, hogy kik voltak azok a magyarok, akik egyenruhában őrizték Kádár
irodáját és a folyosóját is, és közben még két folyosót, közben 20-30 fegyveres állandó magyarok váltották egymást, de valójuk mások voltak, memoárok szerint. És mondom, ezek valami, hát akkor még nem volt karhatalom a legelején, december, mit tudom én elején, november végén, ilyen formában. Kik voltak ezeket? Rendőrök, volt ávosok, vagy kik voltak ezek, de katonai egyenruhában, vagy Kádár angyalföldi régi cimborái? Nagyon kíváncsi voltam. Hát először zavarba jött, elpirult, aztán elfehéredett, azt mondja, Miklós, én elmondom, de letagadom, ha te bárkinek elmondod, én már megírtam, filmemben is szerepelt, hát tag, szegény már lent van valahol, hát letagadhatja. Ő szó szerint azt mondta, hogy kárpátaljai szovjet magyarok. Tehát ezek az kárpátaljai rendőrség, pártaparátus és KGB soraiban dolgozó magyarok ezeket bevonultatják. És azok őrzik Kádárt. Itt is rengeteg, 150-200 ember kapott egy behívót, és mindegy, hogy esetleg a karja nem volt jó, vagy mit tudom én mi, vagy mert 65 éves volt, vagy 20 éves volt, és nem volt soha katona, ezeket bevonultatják, és katonai tanfolyamokra küldik egy gyors talpalót, pár hetest. Már készültek. Úgy látszik, perspektívikusan ebben a bevonulásra. Már készültek február végén. Térjünk rá a 68-as eseményekre egy kicsit kronológiai sorrendben. A 60-as évek közepén Csehszlovákia anyagi válságba került, nem volt rossz állapotban. Én egyszer beszéltem egy szovjet tábornokkal, aki a Csehszlovákia, és csináltam is vele ilyen videóra, oral historyt, Majorov tábornok, aki felvettünk, hogy hogy vonult be, ő lett a megszállást követően pár hónappal a szovjet csapatoknak a főparancsnoka. Érdekes sorsú tábornok, 66-ban Nasser, egyiptomi elnök, tudják ki az, mellett katonai tanácsadó volt. 1956-ban majdnem Magyarországra került, de végül Baltikumba került, hogy ott, ha kell, ha lesz lázadás, csinálja rendet. És utolsó nagy ténykedése az afganisztáni betörést követően pár hónappal Afganisztánban fő tanácsadó lett. Ilyen ember volt a csehszlovákiai parancsnok. Ő ezt persze már a rendszerváltást követően mondotta, volt nekem videóra, rendkívül cinikusan, rendkívül érdekesen, nagyon sok titkot feltárt, ugye egy pár dolgot el is mondok önöknek erről, és nekem azt mondta Majorov, hát nézze, tudja, milyen drámának, tragédiának, majdnem Shakespeare-i tragédiának, mondjuk némi túlzással mondta, kitettük a szovjet katonákat és a tiszteket, amikor betörtünk hülye fejjel Csehszlovákiába. Mi az a dráma, mi az a tragédia? Hát ezek főleg Közép-Ázsiából és szibériai garnizónokból jöttek. Direkt nem moszkvai, leningrádi fiúkat vonaltottunk be. Hát bementek a boltokba. Első napokban még nem városon kívül általában, sőt első hónapokban állomásoztak. Hát éhesek voltak, zsordjuk nem igen volt, de mégis, még lehet, hogy zabráltak, és azt már én teszem hozzá. Bementek a boltokba, és az egyik kiment, és azt mondja, a rohadt burzsulyok, a rohadt gaz emberek, és még ezek akadnak elslisszolni tőlünk, elárulni minket. Hát ezek úgy élnek, mint az amerikaiak meg a franciák biztosan. Ez borzasztó, hogy ezek milyen jól élnek. Ez olyan volt, amikor Vorosilov marsal 45-ben végigjárt Magyarországot, és a gépkocsi vezetője, aki a II. Világháború alatt, de még előtte a gépkocsi vezetője volt, és azt mondja, hogy Vorosilov elvtárs, mit akarnak ezek a magyarok? Hát és azt mondja, itt szalmatető fedelű házak alig vannak a falvak. Hát én mi csak mindig azt tanultuk, meg hát bevonultunk ide Magyarországra, előtte azt mondták a politikai tisztet, itt minden paraszt éhezik, fázik. Hát itt még háború ellen, még tehenek is vannak. Hát ezek jól élnek. Hát Vorosilov elvtárs, hát nálunk mikor lesz ilyen jó él? Másnap Vorosilov lecserélte az illető gépkocsi vezetőt, azt mondta, hogy küldjék haza vissza. Na most az az igazság, hogy Csehszlovákia jól élt relatíve, de ahhoz képest, hogy a két világháború között a csehszlovák életszínvonal sokban a prágai nagyiparnak, a brünni nagyiparnak, és biztos tudják, hogy a monarchiának a legfejlettebb gazdasági, ipari terület a cseh földek és a morva földek voltak. Bizonyára azt is tudják, hogy Dél-Szlovákia,
nem azok a nyomorult hegyek, ahol a tótok laknak, bocsánat, laktak, hanem Dél-Szlovákia az milyen gazdag terület volt. Tessék elmenni Bodrog közben és Csaló közben, még most is milyen jó mezőgazdasági színvonal van. Nagyon különbözik. Hát ennek köszönhetően a csehszlovák életszínvonal nem volt rossz. Volt egy 35-ös nemzetközi összehasonlítás, csehszlovák átlag életszínvonal jobb volt, mint az olasz. Még Olaszországnak voltak gyarmatai. És Olaszország, így hallanak jobban, ugye? Olaszország azért nem volt szintén olyan rossz állapotban. 66-ra, ezek már 67-re a gépek előregettek. Nem nagyon voltak már új gépek, a Skoda művek, a batyagyár, a cipőgyár és így tovább. Ezekkel a régi gépekkel, némely az első világháború óta ugyanaz a gép volt. Hát már nem működtek úgy. Nagy szerencséjükre a szovjetek nem szállták őket meg. Nagyon korán kiment onnan a szovjet armadia, és nagy szerencséjük, Sztálin kénytelen volt elismerni, hogy ők szövetségesek, és nem volt olyan gépleszerelés, mint Magyarországon. Tessék elképzelni, elolvasni Baj Zoltán, az egy nagy tudós, visszaemlékezéseit, amikor a magyar tudósok és a magyar műszaki értelmiség vezető és őt a politikusok, és még a kommunista politikusok is fölvetették Vorosilovnak, hogy ne vigyék el a MOM gépeit, ne vigyék el az Egyesült Izzónak a gépeit, mi megtermeljük a jóvátételt itt. Hát nem tudnak ezekkel a nagyon finom gépekkel, hát a német hadipar, fontos a Messerschmittnek a precíziós dolgait itt a MOM-ban, nem stb. Gyártották, stb. Az Egyesült Izzó az egy amerikai cég volt sok tekintetben, az a világ egyik legmodernebb gyára volt. Nem, mi elvisszük. Hát ezeknek a kétharmada nem működött jól, és tönkre is mentek. Most Csehszlovákiában nem vitték, ezek a gépek jól dolgoztak, stb. És utána hát elhasználódtak, hát erodálódtak. Azon kívül ez relatíve egy, hát nem relatíve, ez azért, nem, ők persze Benes, Masaryk, Benes a kelet-európai, közép-európai térség legmagyar ellenesebb, magyar falóbb, és legundorítóbb embere, de azért ők eladták magukat nyugaton, ők arra hivatkoztak, és utána 45 után is bizonyos volt, ez volt, hogy nálunk parlamentáris állam van, szabadságjogok, szabadon jelenik meg a sajtó, stb. Stb. A kommunista diktatúra náluk nem volt olyan hosszú. Ugyan voltak politikai perek, voltak kivégzések, volt egy nagy hullám a magyarság ellen, ezek voltak az úgynevezett benesi dekrétumok, de azért ehhez képest ez az ország, ott az elit marta egymást. A nagy politikai perek vagy a szociáldemokraták, vagy benes követők, de főleg a kommunisták ellen voltak. Ott voltak a legvéresebb kommunista perek. 1951-ben a Rajk-pernél külön perek. 54-ben is voltak kivégzések. Ez volt az úgynevezett Szlánszki per és annak a melléknyúlványai. Egyik napról a másikra majdnem az egész szlovákiai nacionalista, kommunista, magyar ellenes vezetést Gusztáv Huszákkal az élén és a legnagyobb szlovák írót, Novomerszki, látszó Novomerszkit is, bebörtönzik, elviszik, és ezek hosszú-hosszú éveket töltenek börtönbe. A Rajk-féle rehabilitációhoz, vagy a szociáldemokrata, stb. Rehabilitációhoz képest sokkal később volt a rehabilitáció. Ennek ellenére valahogy ez az ország prosperált, és ideológiailag, kulturálisan elvon ugyan nyomva, de nem annyira. Ez egy furcsa dolog. 1966-ban már diákzavargásokra kerül sor Brünnben és Prágában. Pozsonyban nagyobb volt a diktatúra. 1967-ben nyáron írószövetségi kongresszuson, és az írók föllázadnak a hatalom ellen. Novotny, aki egyben köztársasági elnök, és egyben a párt első embere, nem nagyon tud mit tenni. 1967-ben öt alkalommal jár a Szovjetunióba. Könyörög a szovjet vezetésnek, adjanak kölcsön. Brezsnev ellenáll. Koszigin miniszterelnök, aki egy nagyon tehetséges koponya, szörnyű dogmatikus ember, Sztálin alatt éppen minden véres dologban azért részt vett, Sztálin alatt a sztálini vezetés
egyik tagja volt, de Kosygin is ellenáll, azt mondta, hogy mi adunk kölcsön, mi adunk olcsón energiahordozókat, főleg olajról volt akkor, szóval még nem a gázipar volt első helyen, hanem az olaj, ti pedig az olaj származékokat feldolgozzátok és eladjátok nyugaton drágán. Hát mit képzeltek ti? Jól éltek ti. Ez egy Csehszlovákia, mondom, relatíve jó élt, de nekik már ez nagyon nem volt jó. Prága egyébként a kommunizmus mekkája volt, kisebb, mint Moszkva, de második helyen. Prágában volt, ki emlékszik, direkt nem provokálom a diákokat, ki emlékszik ilyen kifejezésekre, hogy Nemzetközi Diákszövetség, Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség, Nemzetközi Újságíró Szövetség. Ez mind Prágában volt. Prágában éltek a spanyol emigránsok, kommunista emigránsok, 300-400 ember. Egy időben 68-ban pont Budapesten, de sokáig Prágában működött a görög kommunista pártitkos vezetése. 68-ban Budapesten, rövid ideig, de a török kommunista párt vezetése. És korábban, amikor még Jugoszlávia ellenség volt, és Titót úgy nevezték, hogy láncos kutyát, pedig nála fanatikusabb és véresebb kezű kommunista kevésebb volt. Csak a magyarokat, csak az olaszokat 10-20-30 ezer ember nagyságban végeztették ki a jugoszláv partizánok 44-45-ben, és Milovan Gyilas, aki föllázott nem csak Sztálin ellen, de Tito ellen, élete végén antikommunista lett, bár nekem telefonon, amikor beszélgettem vele többször, mert ez egy külön történet, egyszer szívesen elmondanám, de nincs erre idő most, és hát nem szórakoztatom a privát múltammal és a privát történelmen. Nos, Szabad Európa Rádióbanak dolgoztam Budapestről a 90-es évek elején, akkor volt a balkáni háború, és blokád alá vették akkor Jugoszláviát és Belgrádot, persze a határ még bőven Budapestről átjárható volt, mondjuk a vonaton, kocsival nem. És akkor Gyilas tudósította, nyilatkozott gyakran a Szabad Európa Rádióban, amely Münchenben volt a székház, aztán Prágába költöztek át. Nekem egyszer fölhívtak Münchenből, hogy segítenék, hogy Gyilas nagyon öreg, neki küldenének pénzt, rengeteget, ő megdolgozta, de azt mondja, hogy nem kell nekem pénz, hanem Belgrádban semmi gyógyszer nincs, küldjetek gyógyszert, neked küldjük Futárral Miklós, Szabad Európa Rádióból jön majd egy szerb mérnök hozzád, mit tudom én, és átveszi és viszi Gyilasnak. Megragadtam a szerencsét, ez olyan volt egy kicsit, mintha mondjuk egy történész, aki a napóleoni korszakkal foglalkozik, elmegy Waterloo-i csata színhelyre, de nem utólag, mint turista, hanem ott áll a Napóleon sátra mellett, és jegyzetel skribálja, hogy mi történik itt. Nekem olyan érdekes volt vele beszélgetni telefonon, gondoltam én, aztán kiderült, hogy marha unalmas az egész, inkább ő unatkozik reggel, elkezdett hívogatni, és fölmondta nekem lényegében a beszélgetés, vagy találkozás Sztálinnal című könyvet. De azért megkérdeztem Gyilaszt, mondom, hogy Gyilasz úr, vagy Milovan, aztán azt mondja, tegezem, Milovan. Ön egy, de nem mertem tegezni, ön tényleg egy antikommunista lett? Hisz most jelent meg egy dokumentum, én azt mondta Molotovnak, büszkék vagyunk arra 45-ben, hogy 200 ezer embert kinyírtunk Jugoszláviába, polgárháború vége felé. Azt mondja Gyilasz, őszintén mondtam ezt, mert azt gondoltam, hogy jó. Most már azt mondtam, hogy ez nagyon rossz. Nekem Montenegróban ebben szerepem van. Én természetesen antikommunista vagyok. Én 9 évet öltem összesen börtönbe, Tito börtönébe. De tudja Miklós, én módjával vagyok antikommunista. Mondom, mit jelent? Én módjával vagyok antikommunista, mert még mindig nem találtak ki a szocializmusnál, a kommunizmusnál, a marxizmusnál jobbat. Más kérdés, hogy én leírom könyveimben, nyilatkozataimban, hogy a polgári értékek, meg a polgári társadalom, meg a kapitalista társadalom szociálisabb, szoftabb formája, én szerintem azért jobbat nem találtak ki. Hát körülbelül és mondom, ezt miért mondom most, nem azért, mert emlékeimet, már ilyen idős ember vagyok, hogy emlékeimet felmondani, ez nagyon nagy öröm. És akkor mondta ki ezt a kifejezést nekem. Hát ilyen lehetett Dubček is, valami ilyesmi lehetett az emberarcú szocializmus. Lukács György is egyébként, akinek a nevére úgy emlékeznek szintén, azt mondta, hogy a legrosszabb szocializmus az jobb, mint a legjobb kapitalizmus. És Dubček is azt mondta, hogy az emberarcú szocializmus, ez lesz a mi utunk. Más kérdés, hogy ezt elmondta,
És más kérdés, amikor Prágába bevonulnak 20-án késő este éjszaka a szovjet katonák, és őt és Csernik miniszterelnököt elviszik egy Legnica nevű lengyel városba, egy repülő támaszpontra, és onnan elviszik Kárpátaljára, és Kárpátalja légvonalba Legnicéből, amely Krakó mellett van, hát mennyi ez? 2 óra, ugye maximum, még az se kell. 4-5 órán át járt a gép, 4-5 órán keresztül, csak hogy a Dubček és a Csernik ne jöjjenek rá, hogy hová viszik, hogy esetleg Közép-Ázsiába viszik, vagy Moszkvába, vagy valami. Nem, levették az utca feliratokat is a ház környékén, ahol Dubček és Csernik raboskodott, de nem csak egyszerre, hát elvitték oda, hanem amikor Csernik nem akart beszállni a kocsiba, megverték mindegy kutyát, Csehszlovákia miniszterelnökét, a régi kommunista pártok Cserniket. És Dubčeket is tüszkolták, és ő kiabált, jól tudott oroszul, hisz Szovjetunióban nőtt fel. Ő oroszul anyanyelvű szinten beszélt, pici akcentussal. És kiabált oroszul, hát ez az országunk miniszterelnöke, hát kutyák, hát maguk mit csinálnak. És ezek a KGB-s kommandósok szemtelenül lökték is be a kocsiba, és azt mondta, sírni kezdett Csernik, azt mondja, hogy ne sírjál, méltósággal viselkedjél, mi nem akárkik vagyunk, stb. És mi történt aztán? Dubček nem azt mondta, hogy hát ez volt az emberarcú szocializmus, hogy a miniszterelnököt meg engem meg is vernek. És amikor tárgyalt Moszkvába, és aláírták, Dubček nem akarta aláírni, és meginjekciózták, ugyanúgy, ahogy Hitler, pontosan úgy, amikor, ha-ha, Hitler barát, csehszlovák elnök nem volt hajlandó aláírni, hogy engedélyezi a náci csapatoknak, a Wehrmachtnak a bevonulást. És akkor szívrohamot kapott, és bejött Hitler személyes orvosa, aztán Morellnek hívták. Beadott neki egy nagy injekciót, és teljesen összeomlott, és aláírta. Dubčeknél nem egészen így volt, de mégis így volt. Őt saját orvosa kezelte, aki közben Moszkvába repült, de akkor már orosz orvosok kezelték, és ő kapott nyugtató injekciókat, és remegő kézzel aláírta. Ő valószínűleg aláírta volna később, de még húzta volna 1-2 napot. Most Dubček akkor már azt mondta többeknek, hogy ezek nem emberek, de mégis ő aláírta. Nagyon érdekes Csernik sorsa. Képzeljék el, hogy miniszterelnök, technokrata, kiváló szakember. Ő a miniszterelnök, de kommunista is, és a Központi Bizottság, Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának a titkára volt. Moszkvába elviszik, ott is többször összeomlik, ő is sír. Nem kérnek bocsánatot, hogy megverték. És leülnek vele Brezsnyevék tárgyalni, külön Dubčektől, 1 óra. Ő védekezik. Nem is lett volna semmi, miért vonultatok be, mi levertük volna az ellenforradalmárokat, stb. 2 óra védekezik, de már pokol. 3 óra, ő már hajlandó Dubček helyére lépni és hazamenni és rendet csinálni. És az elkövetkezendő hónapokban elárulja Dubčeket, és elmegy Moszkvába többször tárgyalni, és felajánlja a szovjeteknek, hogy ő átveszi Dubček helyét. Csak ő egy ponton túl ő már nem kellett. És a szlovák huszákot, akivel szemben a szovjeteknek rengeteg kifogásuk volt korábban, mert be is fújták a Moszkva barát szlovák politikusok huszákot, és huszák sokáig börtönbe volt, és nem bíztak benne a szovjetek. Annyira megtetszett, hogy ez az ember akkorát fordult, és teljesen sztálini módon hajlandó volt, és meg is csinálta, leverni a csehszlovák úgynevezett emberarcú szocializmus, már huszák kellett neki, és nem cseh. Lamentáltak egy ideig. Képzeljék el, tavasz, 1969 tavasza. Én nem baj, hogy nem kronológiailag haladok, de megpróbálom most kivételesen, ez egy próba most, következő foglalkozáson, amikor már Kádárról lesz szó, meg a bevonulásról, akkor másképp megyünk. 69 tavasza, a szovjeteknek dönteni kell, Dubčeket elkergetjük. Van egy nagy provokáció, a világbajnokságon Svédországban a cseh jéghokisok szétverik a szovjet csapatok. Körülbelül úgy játszanak a szovjetek ellen, mint a magyarok játszottak Melbourne-be a vízilabdázók. Ez egy politikai küzdelem volt, ez nem egy sportmérkőzés. A szovjet titkos szolgálat egyébként megtudta, és én életszerűnek tartom ezt, hogy ki is képezték a csehszlovák csapat, mondjuk nem a Dubčekék, és nem a csehszlovák belügyesek, de az ellenállók, a
az ellenállók, akik szembeálltak a szovjet megtorlással, ki is képezték a jégkukisokat, azt mondta, hogy ha vezettek, kezdjétek el fikázni a szovjeteket. Ti tudtok oroszul, minden, akár trágáról is, akár csúnyán, kezdjétek őket fikázni, fölhúzni, ők még idegesebbek lesznek, és még rosszabbul fognak játszani. Mert azért a jéghoki, akár csak a foci, ez azért itt a fejben is játszódik. Higgyék el, persze jó, ha valaki mondjuk nem, azért látták, ugye többen látták az mostani világbajnokságot azért. Én a spanyol, portugál meccs után elhatároztam, hogy soha többet nem nézem meg a Vác-Siófok mérkőzést, ne értsék félre, mert nem szabad. Én láttam még fiatal gyerekkoromban, én láttam még ilyeneket, hogy Magyarország-Svájc, meg Magyarország-Svédország, mondjuk 1959-ben, én láttam Albertet, Tihit, Göröcsöt, Csikat, hát azért ez szuper, de hát akkor lassabb volt a foci, na mindegy. Tehát ez fejből is játszódik, ezt higgyék el, hogy ez van ilyen úgy sportpszichológia, ez egy külön, és nem véletlen, hogy a gazdagabb csapatok nem csak gazdag játékosokat tudnak venni, hanem nagyon komoly pszichológusokat, de még a sakkozók is, hát azoknak is már olyan felkészítő pszichológusaik is vannak. Ezek fontos dolgok. Most elvesztették a mérkőzést, és végig söpött egész Csehszlovákián, de főleg nagyvárosokban, egy ilyen szovjet ellenes, hogy úgy mondjam, már a szovjet csapatok ott állomásoznak rég, egy szovjet ellenes hullám. Fölgyújtják az Aeroflot, tudják mi az Aeroflot, az egy légi közlekedési vállalat volt, irodáját. Leköpik a szovjet kiskatonákat sokszor az utcán, azok nem mernek visszalőni, mert megkapják a parancsot. Ez egy két osztatú dolog. Részben van egy ösztönös, nagy szovjet ellenes ellenálló hullám, és egy ilyen sportmérkőzés ki is válthat, egy vesztes csata is. Láss Magyarországon a svájci vereség után, Magyarország, Németország, világbajnokság, micsoda tüntetés, majdnem 56-os felkelés lett volna, pedig ez korábban volt, és egy győzelem hatására, lásd Zágrában mi történt most, tehát vannak ilyen fölindulások lelki. És részben ez egy provokáció volt. A szovjetek, de még a keményvonalas csehszlovák vezetés is tudta, hogy ebből nagy botrány lesz, és készültek erre. És nem készültek az ellenállásra, minél nagyobb provokációt akartak, és akkor Dubčeket, ez egy ürügy volt, hogy Dubčeket elkergetik. Ő már a bevonulás után az arcát adta, a szavát adta, bár injekció hatására, megveletés hatására, lelki terror hatására, történt, ami történt vele Moszkvába, de aláírta az úgynevezett moszkvai jegyzőkönyvet, amely jegyzőkönyv értelmében a szovjetek jogosok egy darabig, átmenetileg legalábbis ott tartózkodni, egy szép kis átmenet, ha ez nem is olyan átmenet volt, mint a törökök magyarországi tartózkodása, hogy a Kádár rendszerben mondjuk nem örültek, sőt volt, aki egy évfolyamtársamat bevitték a rendőrségre, amikor berugott, és egy étteremben hangosan elmondta, hogy mi a különbség a szovjet itt tartózkodás és a Szulimán szultán itt tartózkodás, semmi, mind a kettő ideiglenesen állomásozott. Na most ezért volt ott egy besugó, hívott rendőrt és bevitték. Na most ők is, moszkvai jegyzőkönyv egyik lényege, hogy szovjetek maradhatnak, a csehszlovák vezetés, Svoboda elnök, Csernik miniszterelnök, Dubček pártfőtitkár is, még 8 ember ezt aláírják. Összesen egy ember nem írta alá, egy František Kriegel nevű politikai bizottsági tag, ez egyszerűen nem írta alá, fenyegették a szovjetek, hogy Szibériába kerülztek kutya, stb. És nem is akarták visszaengedni, de akkor Svoboda elnök kiállta, mert azt mondta, hogy hát egy mártért csinálnak. Ez Zdenek Mlynář, akivel én találkoztam fél illegális körülmények között, amikor ő már emigráns volt, a Csehszlovák Kommunista Párt egyik vezetője, ő sem írta sokáig alá, de úgy tűnik megzsarolt. Ő ezt nekem nem mondta így expressis verbis, hogy mivel zsarolták meg, de azt mondja, kénytelen voltam aláírni. Azóta ő meghalt szegény békeporaiba, de előkerültek már bizonyos források. Ő a szovjeteknek aláírt valamit 1952-ben, amikor Moszkvában tanult a Lomonoszov Egyetem jogi karán. És zárójelben volt neki egy eléggé primitív, nem túl művelt akkor, de egy nagyon jószívű szobatársa ennek az Zdenek Mlynářnak, aki a saját falujából jött szalonnát és húst, és
főleg gyümölcsöket megosztotta vele, az illetőt úgy hívták, hogy Misa Gorbacsov, és ez a... Gorbacsov akart hatalomra került Nidásból, csehszlovák pártfőtitkárt csinálni, de ez mondjuk nem sikerült neki, mert vagyis pontosabban megígérte, de hazudott, mint annyiszor, sokszor az életében. Hol tartunk? Ott tartunk, hogy jéghoki mérkőzés. Végsöpör egy hullám. És Csernik, aki miniszterelnök lett 68. januárjában, és aki miniszterelnök volt 69. tavaszán, a meccs után, egyik jelölt a Dobcsék mondjuk helyére, és neki a többsége megvan a központi bizottságban. A másik jelölt Huszák, kisebbségben van, 60-40%. A szovjeteknek dönteni kell. Kihívják Cserniket, kicsalják Moszkvába, leültetik a szovjet párt, szűke pártvezetés, Podgorni elnök, Koszigin miniszterelnök és Brezsnyev főtitkár, és egy pszichológiai, még jó, hogy nem egy rosár tesztet, egy pszichológiai tesztet lényegében nem tölti ki, de a szovjet nagykövet, prágai nagykövet Cservonyenko, és még egy pár cseh és szlovák kollaboránstól begyűjtenek kérdéseket. És csinálnak 20 pontból álló tesztet. És Brezsnyev ül, és Brezsnyev fiatal korában öntevékeny színész volt, és Brezsnyev olvassa ezeket a kérdéseket, és ott van egy titkár, és jegyzetel. És utána ezt egy pszichológussal, egy KGB főnökkel, Andropovval, és maguk ők hárban, szovjet köztársasági elnök, vagyis bocsánat, szóval legfelső szovjet elnök, Podgorni, Koszigin miniszterrel és Brezsnyev, de egy vezető pszichológussal előzetesen, és Andropovval, KGB főnök kielemezik. És azt mondják, hogy jók a válaszok, lehetsz öreg, egymás között úgy beszélgetnek, de azért nézzük meg Huszákot. Huszákot nem ismerik. És akkor Huszák a legnagyobb titokban szovjet katonai géppel, mert Csernik legálisan ment Moszkvába. Senkinek nem mondta el, hogy őt mindegy kis elnézés szaros diákot vegzálták, vizsgáztatták. Olyan volt, mint egy vizsga. Tételesen egyes tétel, kettes tétel, hármas tétel. Huszákot egy szovjet katonai gép, bocsánat, egy MIG nevű helikopter, vagy mi nevű helikopter, Mikoyan Gurevics, MIG nevű helikopter átviszi Ungvára, legnagyobb titokban, oda lemegy Brezsnyev, már egyedül, és egy teljes éjszakát részegeskednek, Huszák nem alkoholista akkor még, aztán bukása előtt egyik legrészegebb embere volt egész Csehszlovánia, de akkor úgy tudott inni, de nem ivott annyit, Brezsnyev végvedelte vodkát ott, és akkor a Brezsnyev azt mondta, visszament Moszkvába, azt mondja, elvtársak, hát csak is a Huszák. Tessék elképzelni, majdnem 9 évet volt börtönben, ott megtanult oroszul jót, saját bevallása szerint csak Lenin műveket olvasott, és ez az ember vállalja a legkeményebb dolgokat, és a szemét munkát ezentúl nem nekünk kell elvégezni. Tehát így lett a Huszák első ember. Hogy zárójelben még tovább megyek, hogy lett ő első ember, úgyhogy Svoboda elnök, aki nagyon erős ember volt, népszerű ember volt, és a szovjetek zsebében volt, mert Svobodát a szovjetek, amikor emigrációban Csehszlovákia megszűnése és Lengyelország összeomlása után, mert Lengyelországban élt korábban, a Szovjetunióba került, és ott a politikai rendőrség azonnal beszervezte őt, olyannyira komolyan vették Svobodát, hogy bújtatták őt Moszkvába, nehogy a német diplomaták megtudják, hogy egy vezető cseh-szlovák katonatiszt Moszkvában rejtekezik, és Béria, a politikai rendőrség feje, a Béria tudják, Sztálin főhóhéra volt, Béria a saját nyaralóján bújtatja Svobodát. Ennyire komolyan veszik. Ő lesz a csehszlovákiai hadtestnek a parancsnoka a vörös hadsereget belül. 1942 elején Svoboda kimegy szovjet hírszerzőkkel Ankarába, és ott tárgyal cseh diplomaták. Abszolút bizalmi ember volt. Abszolút bizalmi ember. Egyébként csak, hogy már Svobodánál tartunk, és Svoboda lesz a kulcsember, hogy miért nem Csernik miniszterelnök lesz Dobcsák utódja, és miért Huszák a szlovák párt első embere, aki 9 évet volt korábban börtönben, miért ő lesz az utódja. Svoboda volt a mérleg nyelve. De csak hogy
még csak annyit Szvobodáról. Ha volt szintén magyar gyűlölő embere, Szvoboda volt. Ő a magyarokat már az első köztársaság alatt gyűlölte. Nekem többen, nem egy és nem kettő politikus társa elmondta, hogy a magyarok, Miklós azt mondja, veletek, magyarokkal, hát valami baja volt ennek a Szvoboda elnökünknek. Még jó indul, a mi derék Szvoboda elnök, mi baja volt neki? Hát azt mondja, például nagyon utálta a magyar nyelvet, nem tudott szlovák létére, vagy cseh kultúraember létére magyarul, de azt mondta, hogy a magyar nyelv olyan, mint egy ugatás. Nem is érdemes a szép csengő szláv nyelvek után, sok magánhangzó mellett nem érdemes. De most még hogy hazudnak azért a politikusok? Ő nem tudott magyarul. Én megtaláltam Moszkvában egy érdekes okmányt, Szvobodárónak ki kellett tölteni 42-ben a Vörös Hadseregben egy kérdőiben. Ez egy publikálatlan irat, az új könyvemben én ezt használom. Ott van 1932 és 1934 között Ludwig Szvoboda, őrnagy, magyar nyelvtanár volt a trencsényi katonai középszintű iskolán. És a tartalékos tiszteket is, akik echte csehek voltak főleg, és nem szlovákok, mert a szlovákok többsége akkor még tudott magyarul, főleg akik a első világháború alatt katonák voltak, azok a honvédség tisztjei voltak, vagy ha a közös hadseregben voltak, akkor német vezénszó volt, de akkor is kellett nekik tudni magyarul. Na mindegy, Szvoboda magyar nyelvet tanított. Hát azért jó, hogy a magyar nyelv ugatás, lehet, hogy az volt a véleménye tényleg, de azért ő tudott magyarul. És akkor volt Szvoboda a Vörös Hadseregben, először Szvoboda féle dandár, aztán hadosztály, aztán hadtest. És ott voltak magyarok is, kárpátaljai magyarok, akik átmentek a szovjet területre, a gulágra kerültek, nem egy, negy, kettő, nem három, ott voltak ruszinok, és voltak szlovákok és csehek. Többségben ruszinok voltak eleinte ebbe a hadtestben. Ezek mind tudtak magyarul. A magyar egy kicsit ebbe a csehszlovák hadtestben úgynevezett lingua franca volt, tehát a közös nyelv, mind a tört francia nyelv a földközi tenger medencébe, a kalózoknál a késő középkorban. Tehát volt egy közös nyelv. Szvoboda megtiltotta tényleg, hogy beszéljen bárki magyarul. Egy magyarnak is megtiltotta, hogy a magyar társával. És hogyha esetleg roham közben valaki, egy tiszt elkiáltotta magyar nyelven, hogy vigyázz, hátráljatok, fiúk, hirtelen, ő esetleg monarchiában egy ruszin mondjuk, de magyarul kiáltotta el, mert azt tanulta a vezénszót, mint alhadnagy, vagy mint őrmester. Akkor a csata után Szvobodának besúgják, utasítja, ássatok egy gödröt, karcerrel nincs alkalmas pajta, ássatok egy gödröt, két napig lent, csak vizet és kenyeret neki. Magyarul vezénszó, aki háromszor előfordult, akkor komolyabb büntetés kapott, esetleg el is kergették őt, mehetett vissza a gulágra. Tehát ez a Szvoboda egy finnászos ember volt, azt mondta, hogy ne a központi bizottság épületében legyen a szavazás, hanem nálam legyen a várba az elnökén. Mondják neki, hogy mi köze a pártvezetésnek a várhoz. Nálam legyen, ott jobbak a körülmények. Fölment az egész társaság szavazni, hogy Csernik legyen, vagy Huszák egyáltalán, akkor Szvoboda azt mondta, hogy elromlottak a telefonok. Magyarán, hogy senki ne tudjon kitelefonálni, akkor meg nem voltak mobilok, hogy a gyárakba, a prágai pártszervezetbe, bárhol, nehogy Dubček hívei, mert Cserniket kisebbik rossznak tartották Dubček hívei, szervezzenek bárhol ellenállást. És utána bement Szvoboda, és azt mondta, hogy a szovjet elvtársnak az a véleményük, hogy nagyon jó a Csernik elvtárs, de a Huszák elvtárs még jobb, így lett Huszák a pártnak a vezetője. Na most Novotny elnök volt, hogy váltották le őt januárban. 60-as évek vége felé, 67-ben már nagyon válság volt Csehszlovákiában. De nem olyan nagy válság, mint mondjuk Magyarország 56, Csehszlovákia 68, vagy Berlin, Kelet-Berlin 53-ban, vagy Poznán, Lengyelország 56 nyarán. De válság volt. A pártban viszont nagyon megindult a hatalmi harc. Nehogy azt gondolják, hogy akkor valami még csak emberarcú szocializmusról se volt szó. Még csak liberalizmusról a párton belül sem volt szó, semmi. Komoly hatalmi harc. És megindult egy hatalmas harc Prága és Pozsony között. Szlovákia elkezdett lázadozni.
A szlovák, nem Szlovákia, nem a szlovák nép mégsem. A szlovákok azt mondják, hogy Novotny lenéz minket. Novotny nem akarja megengedni, hogy hivatalosan Pozsony főváros legyen, Szlovákia fővárosa. Azt mondja, hogy hogy lehet Pozsony? Pozsony az egy, nem egy tartomány fővárosa, hanem a pozsonyi járás, vagy a pozsonyi megyének legyen a fővárosa. Szóval. Novotny 67-ben elment Maticára, Matica Szlovenska, ez Martin, Matica az egy ilyen szlovák nemzeti egyesült, Matica rendezvényére. Tehát egy gesztust a szlovákoknak, de milyen gesztust? Ez egy Márton, Túróc Szent Mártonnak hívták, de a szlovákok Martinnak hívták, és elment oda, a lakosság elég jól fogadja, pökhendi, nem köszön, megtapsolják, nem köszön, köp egyet. Amikor az egyik nő oda ment, egy félbolond nő megcsókolni neki a kezét, ellökte, úgyhogy a nő így repült. Amikor nemzeti szlovák hímzésű szép ruhákat ajándékozni akarnak a feleségének, elkezdi kiabálni, Novotny. Bozsena, nehogy elvedd ezt a ruhát! Ki tudja, hogy ez milyen hímzés, ez valami nacionalista hímzés lehet, szlovák nacionalista hímzés. Ilyen hülyeséget mondott. Na most ez felháborodást keltett, és Dubček volt a szlovák párt vezetője, Dubčeknek meg Moszkvában nagyon jók voltak a kapcsolatai. Dubček nem csak ott nőtt fel, ki is képezték az apját és őt, és a müncheni egyezményt, tehát a szétesett félig meddig Csehszlovákia, akkor utána hazaküldték a Szovjetunióba. Képzeljék el, Csehszlovákia szétesőbe, és Dubček apját, aki Szovjetunióban dolgozott, mint asztalos, és egy kis asztalos gyárnak volt az igazgató Közép-Ázsiában, és a fiatal 18 éves Dubčeket kitanítják rádiózásra, és elküldik Csehszlovákiába. Dubček nem írja a memoáriaikba, ő a szovjeteknek dolgozott, de ő is aláírt. Úgy tűnik, hogy aláért valamit, szovjetek megpróbálták volna őt zsarolni, ahogy Szvobodát meg is zsarolták, és ezt majd a jövő alkalommal elmondom részletesen, megpróbálták Dubčeket zsarolni, végül nem merték zsarolni, mert megvoltak az iratok, hogy Dubček aláért valamit fiatalon. De akkor Brezsnyev azt mondta, hogy ho-ho, ha ezt nyilvánosságra hozzuk, vagy presszionáljuk Dubčeket, és ez elterjed, ki lesz az a külföldi pártvezető, aki szobál majd velünk a jövőben, és a mi belügyeinknek fog, a mi KGB-nknek fog dolgozni, senki. Egyébként 56-ot nem érintem. És ott is volt egy zsarolási kísérlet, de ez nem ide tartozik. Na és akkor a szlovákok föllázadnak. Egy nagy csoport a cseh párton belül, főleg értelmiségek, úgy értem a cseh párton belül, csehszlovák párton belül, de a cseh részlegeknek a küldöttei, stb. Föllázadnak. Fele-fele arányban Novotny is hívei, akkor még nem Dubček, akkor még nem tudják, hogy esetleg Csernék, esetleg Dubček, esetleg Lénárt, szintén szlovák miniszterelnök, valaki lesz a másik tábornak a jelöltje. Annyira megijed Novotny, hogy felhívja Brezsnyevet, és kikönyörgi, könyörögni kezd, hogy Brezsnyev menjen el Prága mellé az erdőbe szarvasvadászatra. Gyakorlatilag azért viszi ki Brezsnyevet, hogy hát ha Brezsnyev rendet fog teremteni. 67-nél tartunk, még nem 68, december eleje, december 9-e. Brezsnyev egy slepp társaságában kimegy, és kiderült, hogy ő nagyon nagy vadász volt, állandóan szeretett vadászni, de szó sem volt szarvas vadászattal, már a repülőtéren elkezdődött. Az egész pártvezetés fogadja őt. Hol az egyik, hol a másik, oda megy hozzá, rángatni kezdi őt, sugdosnak, teljesen pofátlanul, elnézést, még a WC-be is elkísérik, a folyosón megállítják. Ne higgyen Novotnynak, már zavaros, már gógyis, már az országunkat sírba viszi a másik. Novotny elvtárs a legjobb ember. Nehogy leváltsák önök őt. Akkor mi lesz itt? Akkor itt egy ellenforradalom lesz. Akkor szétmegy az országunk. Mi lesz az örök és megbonthatatlan csehszlovák-szovjet barátsága? Brezsnyev fogja a fejét, behívja Novotny helyettesét, Henrihet. Második ember. Novotny együtt volt annak idején, Novotnyval együtt volt koncentrációs náci táborban. Ott egyébként többen voltak, és alakítottak cseh kommunisták, főleg
illegális cseh kommunista pártszervezetet. 4-5 évet ültek náci koncentrációs táborban. És mindenki a végén, amikor már az amerikai csapatok közeledtek a táborhoz, perceken belül vége a háború, úgy tűnik, hogy megúsztuk, ott nem volt gázkabra, hogy ez egy ilyen koncentrációs büntetőtábor volt, de nem gázkabra. Akkor azt mondja, én ha kiszabadulok, én mérnök leszek. Én ha kiszabadulok, én megnősülök, mert itt nő nélkül vagyok. De ilyen, ez benne van egy memoárban. Nő nélkül voltunk 4 évet. Én ha kiszabadulok, én azért pártmunkás leszek. Novotny azt mondja, én ha kiszabadulok, én soha nem fogok politikával foglalkozni. Én lakatos vagyok, meg egy kicsit esztergályos. De én igazából műkedvelő kertész vagyok. Nekem lesz egy birtokom. Én ellátom a családomat. Én majd Prágába beviszek jó minőségű gyümölcsöt, zöldséget eladni. Én úgy megutáltam a politikát. Amikor ezek kijöttek, volt, aki gyógykezelésen vett részt, volt, aki tényleg elment tanulni, ki volt, aki elment elsőnek pártmunkásnak Novotny. Másfél év múlva ő a párt, Prágai Pártbizottság első embere, és Klement Gottwald a párt első emberének, és Csehszlovákia későbbi elnökének, ő a csicskája, ő a besugója, ő az ilyen bizalmasa és kedvence és kegyence, de nem így indult Novotny. Egyébként, amikor Novotnyt leváltják januárban, majd elnöki posztjáról tavasszal, áprilisban, egyébként, amikor Novotnyt májusban kizárják a pártból, akkor ő a nyaralóját, az egyiket a három közül megtarthatja. És ott tényleg elkezd kertészkedni. És akik jártak nála, szovjet diplomaták, meg szovjet KGB-sek, meg némely híve, azok tényleg egymástól függetlenül később azt mesélték, hogy Novotnynak voltak, még görögdínyét is jót tudott produkálni azon a korántsem homokos talajon, hanem egy kicsit ilyen mocsaros Prága környéki talaj, még görögdínyé is jók voltak, és ekkora cseresznyé voltak, és ekkora medgyeket gyűjtött, és régi pártvezetőknek olykor a fiával, vagy mit tudom én kivel elküldte ezt, és erre utalt, hogy én azért, és többször mondta azt, hogy nekem el kellett volna rögtön menni kertésznek. De hát ez egy másik történet. Novotny nagyon véreskező ember volt, nem olyan véreskező egyébként, mint mások. Az tény, hogy nagyon ügyesen politizált, és elég kevés aláírás van, tehát nagyon sokszor az ő besugó jelentései alapján kerültek emberek börtönbe, de hát ki nem sugott be. A Szlánszky per áldozatai szörnyű, hogy mit csináltak őket, 9 embert felkötnek, de ezek az emberek korábban épp úgy legfeljebb nem a kommunista társai, vagy nem a szociáldemokraták ellen, de az úgynevezett polgári elemek, vagy náci barát elemek ellen jó kőkeményen felléptek, és egy jó pár ártatlan embert átsegítettek a túlvilágra. De ez egy másik kérdés. Itt is hadd mondjak, nem mondják még? Még mondhatom? Még mehetek? És még mindig Novotnynál tartunk. Itt az ő leváltása körül. És például a Dubcseki korszak pár hónap alatt egy érdekes ember lett belügyminiszter, József Pavelnek hívták. Ő a spanyol polgárháború alatt részt vett, illegális kommunista, náci koncentrációs tábort megjárta. Ez a József Pavel fontos szerepet játszott 45-ben és 46-ban, tehát 47 elején is a csehszlovák állambiztonságban Prágában. Hát mondani sem kell, hogy hány embert, képzeljük az, olyan, mintha a magyar Péter Gábort hasonlítjuk vissza, azzal a különbséggel, hogy Péter Gábor még szadista is volt, a József Pavel a maga módján egy ilyen szentimentális ember volt, hogyha valamelyik barátját kénytelen volt pártvezetés utasítására, szovjet követség utasítására mondjuk bekasztízni, akkor képes volt a feleségével beküldeni, az illető feleségével neki élelmiszer csomagot, és átszólt a börtön parancsnoknak, hogy lehetőleg ne a háborús bűnösöknél, nem a fasisztákkal kerüljön egy cellába, próbáljátok jól bánni. Ez a József Pavel letartóztatják, és egyik legkésőbbi per, nem tudom hány évig volt börtönben, valamikor 54 végén bebörtönözték hosszú időre, addig vizsgálati fogságban volt, iszonyan verték, taposták, kijött a börtönből, meggyűlölte nem csak a fogvatartóit, mert ilyen is volt valaki, gyűlölte a fogvatartóit, gyűlölte esetleg Bériát vagy Sztálint, azt mondta, a rendszer nagyon jó,
De hát ezek a növekedés velejárói, ezek bűnözők. Nem, ő meggyűlölte az összes pártvezetőt lényegében, és azért is támogatta Dubčeket, neki a rendszerről is nagyon rossz véleménye volt. Ez a József Pavel volt a belügyminiszter. Ez nagyon érdekes. Tehát ilyen is volt, hogy Saulusból Paulus, de nagyon kevés volt. Novotny, amikor ez a József Pavel gyakorlatilag kihallgatta, hogy ide figyelj, Novotny elvtárs, te milyen följelentéseket írtál ellenünk, mi történt velünk, a legjobb kommunista vezetőket kivégezték, ott nem úgy, mint a Rajkpernél, ott a párt igazi elitjét kinyitták, akkor azt mondta neki Novotny, hogy hát csak az ököd nem változik. Én megváltoztam, hát azt mondja, én meg igazán megváltoztam, mert neked a börtönben a helye. Novotnyt akkor még nem csak a miért váltották le, mert Brezsnyev ott volt, és Brezsnyev nem állt ki mellette. Soha nem tudták volna leváltani. Ha Brezsnyev, akkor még olyan volt a viszony, és annyira szovjet diktatúra volt gyakorlatilag, még hogyha ott nem állomásoztak szovjet csapatok, csak a érzhetségben, vagy csak ott a Szudéta vidéken, ott olyan diktatúra volt, hogy Brezsnyev a repülőtéren, amikor oda ment hozzá, Novotny helyettese Henrik is azt mondta, hogy most mi tevők legyünk, de úgy, hogy Novotny is hallja, Dubček is hallja. Dubčekkel 7 órán át tárgyalt Brezsnyev, de nem döntött el, hogy mégis a Dubček lesz. Akkor azt mondta Brezsnyev oroszul, aki tud még oroszul, azt le tudja fordítani, inkább lefordítom, et a vása gyela. Ez a maguk dolga. És elment. És ettől kezdve Novotny sorsa eldőlt. Még lehet? Jó. Januárban, január 5-én eldőlt az egész, és este, késő este a szovjet prágai követség olyan volt, mint egy mérkas. Novotny és Dubček együtt bementek a prágai követségre, és becsületesen kezet fogtak a nagykövet előtt, és Novotny azt is mondta a nagykövetnek, hogy a sok rossz közül még a Dubček elvtárs a legjobb választás. Ez körülbelül olyasmi volt, amikor Kádár Jánosra nagyon haragudott Rákosi, 56 nyarán, mert amikor kijött Kádár a börtönből, 120%-kal Rákosi mögé állt. A Nagy Imre Rákosi párviadalba Kádár bíztatta még és piszkálta Rákosit, hogy sújtson le minél erősebb. De aztán a szovjet párt 20. kongresszusa után, amikor látták, hogy Moszkvában nagy változások, Kádár is egy jó pár más vezető, akik nem voltak Nagy Imre hívei, eltávolodott Rákositól. Rákosi utálta akkor ezek után Kádárt, én nem akarok hasonlatokat mondani, úgy utálta, mint a... Nem ezt akartam. Köszönöm szépen, nem ezt akartam. Úgy utálta, hogy nagyon utálta. Na és akkor, és amikor Mikoján megkérdezte tőle Rákositól, hogy hogy gondolja, hogy ki legyen az utódja, azt mondta, hogy első fokon Gerő elvtársat javaslom, másodfokon pedig Kádár elvtársat. És amikor Moszkvába Kádárt kihozzák, nem erőszakkal, és amikor Moszkvába Kádárt gyúrják 2 napon át, hogy hogy kell a legpraktikusabban és a legkeményebben leverni a magyar forradalmat, akkor Rákosival beszélt Hruscsov, és akkor azt mondta Hruscsov, hogy Kádár lenne a legjobb választás, jól lehet a Kádár elvtársnak, hát hibái is, bűnei is van. Valami ilyesmi történt, hogy Novotny is azt mondta, hogy még a legkisebb rossz Dubček. Dubček egy befolyásolható ember, egy puhány, és Dubčeket nem szeretik Prágába. Ő egy szlovák paraszt, ő egy képzetlen ember, de mégis ő azért nem fog a Szovjetunió ellen menni. És Dubček, én azt hiszem most, én mindenkit ismertem, ezt nem azért mondom, korán sem dicsekvés ez, én mindenkit ismertem gyakorlatilag, akik még éltek a 90-es évek elején, mondjuk a 20 cseh és szlovák pártvezető közül, akik Csehszlovákia élén álltak mondjuk 68 januárjában, februárjában, márciusában, májusában, később már nem, én a 20-ból ismertem 12-t. Tizet ismertem. 14-en voltak életben akkor már csak én. A 14-ből 10-et is. Sajnos nekem nem adatott meg, hogy Dubčeket ismertem. Én néha úgy érzem, hogy ismertem, mert annyi iratot olvastam el róla.
Találkoztam a fiával, meghívtam egy konferenciára Budapestre a fiát, össze is vitatkoztunk vele, ő most is egy kicsit zöld, meghalt szegény volt, kicsit az emberarcú szocializmus minimálisan híve volt. Mindegy, de én ismertem, és Dubcsekről annyi véleményt hallottam, én azt hiszem, hogy halkan mondom önöknek, mint magánember Dubcsek jó ember volt. Mint politikus több oknál fogva csapnivaló volt, és igazából élete végén sem jött rá, gyanús körülmények között halt meg. De igazából valószínűleg eltették láb alól. Nincs erre bizonyíték, csak egy bizonyíték van, hol van az a kocsi, amin ő utazott, és hol van a sofőr. Minden, azok valahogy eltűntek később. Minden más megvan. Ő már kezdte beérni Mecsát népszerűségbe, és ő ráadásul nem akart önálló Szlovákiát, ő egy laza föderációt akart. Nem véletlenül, hogy a Prágában képviselő volt. Őt Prágában a élete végén már jobban szerették, mint Pozsonyban. És ő nem volt úgy konkrétan magyar gyűlölő. Mert itt, amikor járt Kádárnál meghívottként Budapesten 68. júniusában, egész jó magyarsággal azt mondta a magyar pártvezetés tagjaival és másokkal, meghívottakkal. Mondjuk beszélgetve, előttük szónokolva azt mondta, hogy elnézést, elvtársak, én nagyon rosszul tudok magyarul, de hát onnan tudok, hogy én a sofőrömmel magyarul szoktam beszélni. Ő a magyarokat konkrétan nem utálta. Ő ugyanakkor nem tudott túllépni, mint szlovák, nem mint szlovák, ez csúnya dolog egy nációt, ahogy ők csinálták a magyarokkal, a magyarok, mint bűnözők, stb. Benes dekrétumok. Majdnem úgy volt, hogy a magyarok, képzeljék el, egy embetűt kell nekik viselni. Majdnem úgy volt 45 nyarán. Már nagyon közel álltak ők hozzá, már több törvény készült elő, hogy a magyaroknak, akik azoknak a magyaroknak, akik kollaboráltak. De hát mindegyikre rá lehetett fogni, ma azokon a területeken, mert a bécsi döntés szerintem teljesen jogos döntés értelmében azért Magyarország határa, legalább Teleki Pál elképzelései alapján etnográfiailag felment oda. Kassa, Galánta, akkor még szintén Csehszlovákia része volt korábban, Ungvár, Munkács, ezek magyar városok lettek. És voltak korábban is, hát nehogy azt gondolják, hogy ezek valamilyen szóval. Milyen Szlovákia? Volt Szlovákia, volt szlovák állam. Legfeljebb Csák Máté féle, Csák Máté birtok volt elég nagy, de az nem egy szlovák állam volt. Na mindegy. És akkor már az szörnyű volt, közel voltak ahhoz, hogy ha Moszkva és Budapest intencei nyomán nem gyakorol nyomást Prágára, nem Pozsonyra, Prágára is, Prága meg Pozsonyra, bevezetik Szlovákiába az embetű viselését. Én ezt a dokumentumokat nem sokára publikálni fogom, ezt a dokumentumot egy bizonyos Josip Viszarionovics Sztálin írta alá, és Molotov, és ez a mondat szerepel benne, hogy ez egy nagyon nagy hiba lenne, elvtársa, Gottwald elvtárs, ezt nehogy megcsináljátok. Más kérdés, hogy Sztálin nem valami humanista, egy véreskező politikus nem lehet humanista, de azt mondta, hogy inkább oldjátok meg a lakosságcsere. De hát ez egy hosszabb történet, mert majd jövő alkalommal erről is szól ez, Kádár hogy viszonyult ehhez. Most visszatérve erre, Dubcsek szlovák volt, Dubcsek kielégítette a szlovák törekvéseket, ő nem volt híve egy ilyen föderációnak az elején, és Dubcseket a cseh reformerek is szerették, nem azért, mert ő egy ilyen nagy ideológus és reformpolitikus, hanem lehetett volna tolni előre, mint egy strómánt alkalmazni, strómánt. Nem véletlen, és ő nem csapnivaló politikus volt, de jó ember, de itt a politikus az a lényeg, hogy mások is jó emberek voltak, és hát milyen bűnöket is elkövettek, mint politikusok. És Dubcsek ahelyett, hogy Prágában maradt volna, egy komoly jéghoki mérkőzés volt Pozsonyban, és Dubcsek másnap vagy harmadnap visszament megnézni ezt a mérkőzést, és már egy pár napig nem is érdekelte őt, hogy mi történik Prágában. Nekem már a kolléganőm mutatja, hogy álljak le. Én még beszélnék tovább, de én most elbúcsúzok önöktől. Jöjjenek el a következő órára, innen folytatjuk, jó? És Kádár János szerint.